Szeretettel üdvözlök mindenkit. Idefelé déjà vu érzésem volt, mert tavaly ugyanígy Kecskemétről utaztam ide Békés Csabára egy testnevelő tanároknak tartandó továbbképzésre, és röplabda témájú továbbképzésre, és bennem volt az app szem, hiszen Békés Csabán röplabdáról beszélni elég félelmetes dolog, hiszen itt mindenki nagyon ért a röplabdához. Egy meccs utáni nap a piacon másról se beszélnek az emberek, csak hogy milyen volt a röplabda mérkőzés. Az iskolának a portása is tudja, mi az, hogy szúrtyúk, meg mi az, hogy hatos állás. Úgyhogy itt észt osztani elég nehéz, meg voltam ijedve. Szerencsére azért segítőkész volt a hallgatóság, és befogadó. Erre számítok most is. Ez egy nehezebb feladat, hiszen itt most szakemberek vannak, ráadásul top edzők is, és élvonalbeli edzők, akiknek nem biztos, hogy ez az elsődleges feladatuk, hogy a kosárérintés közben előforduló technikai hibákat kijavítsák, de nem baj, türelmesen üljék ők is végig ezt a 3,5 órás előadást. Egy évvel ezelőtt az egyik kolléga megkérdezte, hogy miért a kosárérintéssel kezdjük az oktatást a gyerekeknél, miért nem az alkarérintéssel, vagy valami más technikai elemmel. Parázs vita alakult ki. Én is elmondtam a saját véleményemet, ezt most nem részletezem, hogy idegvégződés, fájdalom, pontosság. Egy biztos, amikor hazaértem két Bibliának számító szakirodalmat, az egyik a Nemzetközi Röplabda Szövetség edzői kézikönyve, a másik pedig a Kölni Testnevelési Egyetem röplabda tankönyve, átlapoztam. Mind a kettőben oldalszámilag az alkarérintés megelőzi a kosárérintést. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy talán a kosárérintéssel érdemes elkezdeni az oktatást. Annál is inkább, mert a Magyar Diáksport Szövetség, amikor kialakították a testnevelés röplabda vonatkozású kerettantervét, akkor szerencsére kikérték a Röplabda Szövetségnek a véleményét is, és az egyes korosztályokhoz mérkőzés játékokat társítottak. Így az elsős másodikos korosztálynál a manó röplabda került oda mérkőzés játéknak, 2-2 elleni játék, majd harmadik, negyedikben a szupermini, ötödik, hatodikban a mini, és hetedik, nyolcadikban a 6-6 elleni játék. A manó röplabda pedig miből áll? Alsó nyitás lehetséges, onnantól kezdve elkapom a labdát, bedobom a labdát a társamnak, ő kosárral visszateszi, és én kosárral átteszem. Tehát nem hallottam, hogy az alkarérintés elhangzott volna itt a technikai elemek sorába. Tehát mindenképpen a kosárérintés az, amivel talán először kell foglalkozni. És bizony rengeteg hiba lehetőség van ebben az érintésben, amiről szólna ez a mai gyakorlati bemutató. És úgy gondolom, hogy például egy elemér, aki már látott millió egy ilyen kosárérintést, meg ő is tapasztalta annak idején játékosként, könnyen észreveszi a hibát, akár a csuklónál, akár az ujjaknál, akár a lábmunkában, akár a törzsnél. A kezdőedzőknek erre nyilván több időre van szükség, hogy tapasztalatot szerezzenek. Akkor követjük el a legnagyobb hibát, hogyha észrevesszük, és szó nélkül hagyjuk. Mert kitolunk a játékossal, kitolunk a csapattársaival később, és kitolunk a következő edzőjével, mert amikor majd 20-30 centivel magasabb lesz, meg 50 kilóval nehezebb, lehet, hogy sokkal nehezebb lesz azt a hibát már kijavítani, ami berögződött. Én át is adnám a szót Szabolcsnak, és hátra menekülök a lányokhoz. Köszönöm. Én is szeretettel köszöntök mindenkit itt a továbbképzésen, és hát azt a megtisztelő feladatot kaptuk Matyi bácsitól, hogy tartsunk egy gyakorlati bemutatót a kosárérintés közben előforduló hibákról, és azoknak a kijavításáról különböző rávezető gyakorlatokkal. A előadásunkat úgy szeretnénk felépíteni, és itt elsősorban a szuper mini korosztályú edzőknek gondoltuk ezt az előadást, hogy van már egy előzetes tudásunk, ami ugye azt feltételezi, hogy a gyermekek tudnak kosárral érinteni, hogy a gyermek tudja, hogy hogyan kell az ujját, kezét tartani, hogyan kellene lépni, csak valami oknál fogva mégsem sikerül, mégsem oda lép, mégsem oda helyezkedik, mégsem oda megy a feladása, éppen mégsem oda megy kosárérintése, ahova ő azt szeretné, és hogy
ennek milyen okai lehetnek, ezt próbáljuk megnézni, kikutatni, és amint már rájöttetek arra esetlegesen, hogy mi lehet a probléma, ebben próbálunk olyan segítséget nyújtani Sanyival, hogy akkor erre különböző gyakorlatokat mutatunk. Egyszerű gyakorlatokra kell gondolni, innentől kezdve a ti kreativitásokon, igazából rajtatok múlik az, hogy hogyan lehet ezt majd tovább gondolni. És gyakorlatilag azt szeretnénk végignézni itt a lányokon keresztül, hogy a lábmunkától egészen majd a csukló érintésig hogyan, milyen hibákat találunk, mik a leggyakorlabban előforduló hibák szerintünk. Lábmunkánál a helyezkedés és a tért helyzeteiről fogunk kitérni, utána haladunk fölfele a törzs hibáiról, fogunk egy röviden beszélni és rövid gyakorlatokat bemutatni. Kartartási hibáknál a könyök helyzetéről, érintés helyéről és az érintés utáni hibákról beszélünk. És igen, a végén pedig az érintés utáni hibáknál a törzs hibájára visszautalva és a csukló és a kéz kar munkájára fogunk egy rövid gyakorlatokat bemutatni. És akkor nézzük az első körben a lábmunka során előforduló hibáit. Minden egyes ilyen hibánál, illetve gyakorlatblokknál úgy terveztük a kollégával, hogy három csoportra bontjuk majd a társaságot, és minden csoport egyfajta gyakorlatot fog bemutatni. Ezek igazából egymásra épülő, egymáshoz hasonló gyakorlatok lesznek. Mindenki döntse el, hogy éppen a adott gyermeknek, adott játékosnak mi a problémája, hogyan lehet kijavítani. Első gyakorlatunknál, első csoport gyakorlata roppant egyszerű, feldobja a labdát, és kosárérintés helyzetében kapja el a labdát. Az első gyakorlatnál kosárérintés helyzetében kapja el a labdát, tehát feldobod, és kosárérintés helyzetében kapja el a labdát. 1-2 méterre nyugodtan dobjátok el magatoktól a labdát, és utána úgy alálépve kell elkapni. Második csoportnál feldobja a labdát 1-2 méterre magától, belefejel, a keze fönn marad magasan, mint hogyha érintene, de fejére esik a labda, és utána kapja el a labdát. A harmadik gyakorlatnál pedig feldobja a labdát, kosárérintéssel passzol, és utána kapja el a labdát. Mehet, lányok! Közben egy gyors sztori. Pénteken tartottam edzést, ez a kép nem akkor készült, de az egyik feladó kislányom minden egyes labdája gyakorlat közben ráment a hálóra. Minden labdája esett rá a hálóra ütés előtt, és ugye hát én is azt láttam, hogy ne tedd már mindig hálóra. Na de ilyenkor kell mögé menni, hogy miért mehet a hálóra az a labda. És ez volt a nagyon nagy hibája, hogy gyakorlatilag az összes bejátszásnál a labdával együtt mozgott, és nem előzte meg a labdát, és amikor esett volna le a labda, és érintenie kellett volna, a kislánynak itt volt jobb oldalon a labda, és gyakorlatilag nem tudta feladni, hanem tolta rá a hálóra a labdát, és egyszerű gyakorlatokkal, labda alá helyezkedéssel ezeket a gyakorlatokat, ezt a problémát ki lehet javítani. Második feladat sornál, a szintén egy picit már izgalmasabb gyakorlatok lesznek, még mindig a labda alá helyezkedésről beszélünk. Az egyes csoport fel fogja dobni a labdát, terpezbe ül, hagyja, hogy a két lába között leessen a labda, majd felpattanás után kosárérintés helyzetében kell, hogy elkapja a labdát. A kettes csoport ugyanezt fogja csinálni, annyi különbséggel, hogy hasonfekvésbe fekszik, a két lába között kell, hogy pattanjon a labda, majd fölpattan, majd gyorsan megpróbálja elkapni a labdát. Míg a hármas csoportnál feldobják a labdát, nem kell nektek olyan hármas csoport, nektek nem kell magasra dobni a labdát, fenékkel kell tompítani a labdát. Tehát egyes csoport, feldobják a labdát, mehet közben lányok, egyes csoport feldobja a labdát, jó magasra, terpezbe ül, és a lába között pattan a labda, majd utána nagyon gyorsan felpattan, és elkapja kosárérintés helyzeténél a labdát. Második feladatnál hasonfekvésbe kell, láb között kellene pattanjon a labda, és utána felpattan és megpróbál, a majdnem jó, fők gyorsan lefekszik, és felpattan. Ügyesedni kell. Nem könnyű gyakorlat. Először meg kellene várni, hogy hova fog lepattanni a labda, ott gyorsan. Azaz is fölpattan?
Na itt az első sikeres bemutatás, nagyon ügyes volt a kis nagylány, úgyhogy azaz, és fölpattan, úgy van. A hármas gyakorlatnál pedig földobott labdára kellene egy pattanás után azonnal rá csücsülni, azaz szőke kislánynak sikerült, úgy látom. Úgyhogy igazából ez is arra jó gyakorlat, hogy a labda irányát, mozgását elővételezze a kedves játékos, és minél hamarabb észrevegye azt, hogy a labda merre és hova fog pattanni. Jó! Még mindig a labda alá történő helyezkedésnél tartunk, utolsó gyakorlatsorunk ebben a fajta hibában. Ehhez fel kell majd venniük a lányoknak egy darab, az első és második csoportnak egy darab bóját, illetve egy darab teniszlabdát, de mivel abból három darab van, így a negyedik csoport majd egy ilyen ledobó kis medicinlabda szerűséggel fogja csinálni a gyakorlatot. Itt szintén visszatérünk arra a gyakorlat részre, amikor ugye homlok előtt, fölött kell elkapni a labdát. Különböző rávezető gyakorlatok. Frici bácsi szegény mesélte, most volt a hetedik Dunsztarenc emléktorna, és ő mesélte még, amikor mi diákok voltunk. Nem hittük neki akkor, most már elhisszük, hogy a röplabdázást lábbal játsszák. Minden edzésen elmondta, minden edzésen ez volt az első gondolata, röplabdázást lábbal játsszák. Nem ilyen szépen mondta, az ő maga stílusában, de megígyezte az ember, és azóta is ez az ember fejébe van. Tehát gyakorlat a következő. A páros egyik tagja első csoportnál, páros egyik tagja dobja a teniszlabdát, a másik játékos pedig alá kell, hogy helyezkedjen, behajlított kézzel, behajtott lábbal, a bója segítségével el kell, hogy kapja a labdát. A második csoportnál, második részben ugyanez a helyzet, csak ott háttal felállásból kell a játékosnak elkapni a labdát, ez egyel már nehezebb. Természetesen fontos az, hogy a harmadik gyakorlatnál pedig a röplabdával kell dobni a labdát, háttal felállásból csináljuk, háttal felállásból a labdás ember szemben áll a társtárs, háttal áll, és dobod a labdát, megfordul és visszakosár érintéssel passzolja a labdát. Itt nagyon fontos, majd lesz az érintés helyén is egy ilyen jellegű gyakorlat, nagyon-nagyon fontos a fordulásoknál az időzítés. Kisebb játékosok először jelt adnak, megfordul a társam, megállok, és utána kapom el. Nagyobb játékosoknál a jeladás pillanatában dobom el a labdát, és még nagyobb játékosoknál, ahol tényleg csak arra figyelünk, ugye, hogy minél gyorsabb reakcióval csinálja meg a gyakorlatot, a labda eldobás után adjuk a jelet, amire meg kell fordulnia, és úgy kell elkapni a labdát. Természetesen minden ilyen jellegű gyakorlatot próbáljuk meg úgy gyakoroltatni a fiatalokkal, hogy mind a ketten ugyanannyiszor csinálják az adott gyakorlatot, akár időre, akár darabszámra csináltatjuk, mind a ketten gyakorolják mind az elkapást, mind a dobást, mert majd látni fogjátok, kedves kollégák, hogy lesznek olyan gyakorlatok, ahol a dobás még sokkal fontosabb, és minden esetben jól kell, hogy csináljuk. Itt a dobott labdánál legyen csere is, amikor dobjuk a röplabdát, itt legyen csere is, másik ember is gyakoroljon egy picit. Természetesen itt is elmondható, hogy kisebbeknél közelebb, nagyobbaknál egyre távolabb lehet a gyakorlat, vagy különböző kiinduló helyzetekből lehet csinálni, abban az esetben, hogyha változatosabbá szeretnénk tenni az edzést. Jó! Következő gyakorlatok során, a lábmunka során előforduló hibákról beszélünk. Itt látható, hát próbálom majd itt lézerrel mutatni, nem tudom mennyire látszik, onnan látom. Ugye túl széles terpezben van az egyik esetben a lába, másik esetben pedig, ha ott megtalálom, túl szűk helyzetben van a lába a társnak. Ezt próbáljuk egyszerű gyakorlattal, ám bátor azt gondolom, hogy annál hasznosabb gyakorlattal
kijavítani. Páronként egy labdára van szükségünk, és egy pár gumiszalagra. Az első csoportnál a legegyszerűbb gyakorlat, a társ egy labdás embere dobja a labdát, a társ, akinél nincs labda, ő pedig lép oldalt, lép egy picit előre-hátra, hogyha kell, de próbáljuk meg helybe csinálni. A terpeszt, az gyakorlatilag a gumiszalagok meghatározzák, hogy nem lehet túl szűk, nem lehet túl széles, hanem a két gumiszalagot, vagy bármilyen olyan kötelet, ragasztószalagot, akármit leteszünk a két lába közé, amit ő érzékel, hogy jó helyen van a két lába, gyakorlatilag oda nyugodtan lehet lépni ott az első csoportnál, és ha rövidebb a labda, lépjünk egy picit. A második csoportnál ugyanez a gyakorlat, de ott kifejezetten a gumiszalagok mögül indulunk, és előre lépésből kell az érintést megcsinálni. Ott nagyon fontos a második gyakorlatnál, az elsőnél is, a másodiknál ott még fontosabb, hogy pontosan a két gumiszalag közé dobja a társa labdát. Mert különben, ha nekem lépnem kell már oldalra és rálépek a szalagra, akkor már nem azt gyakoroltatom, amit ugye szerettem volna, hanem fontos az, hogy ez a terpesz meglegyen. A harmadik gyakorlatnál itt már lehet szintén variálni, hogy oldallépésből teszem azt a gyakorlatot, mindkét oldalra megcsinálva természetesen, vagy pedig mondjuk hátra mozgásból csinálom a gyakorlatot. A legfontosabb az, hogy minden esetben a két szalag mellett legyen a két lábam, ezzel próbálom kiküszöbölni azt, hogy a lábaim túl szűken vagy túl nagy terpeszben álljanak. Tehát az első gyakorlatnál helyben csinálom, a második gyakorlatnál ott ugye előre mozgás közben csinálom, még a harmadik gyakorlatnál ott oldalmozgásból, vagy pedig meg lehet csinálni ugye hátra mozgásból is ugyanezt a gyakorlatot. Itt is fontos, hogy mind a két emberke minden gyakorlatot csináljon meg, hogy gyakorolja azt helyben is, gyakorolja azt lépés közben, gyakorolja azt oldalra, előre, hátra lépés közben. Következő részben abban próbálunk javítani a játékoson, hogyha valaki túl nyújtott, vagy túlságosan hajlított helyzetben van, tehát túlságosan nyújtott helyzetben van a lába, vagy túlságosan hajlított helyzetben van a lába. Itt természetesen, amit az elején is elmondtunk, itt utánpótlás elsősorban mini, szuper mini játékosokról van szó. Ott azért még a kislányoknál, kisfiúknál nem elég az, hogyha csak az ember karral próbál dolgozni, mert egyszerűen nem elég erős hozzá, nincs elég ereje ahhoz, hogy az egyik vagy a másik oldalra kipasszolja a labdát. Ezeket a gyakorlatokat segédeszközök igénybevételével próbáljuk meg kijavítani, próbáljuk meg rávezetni a társunkat, a játékosunkat, hogy ezt hogyan is és miért is lehetne jobban csinálni. Igazából ez játékos magasságtól, lábhoztól függ, hogy hova tud leülni a játékos. Amit ugye látjuk, az első csoportban is van magasabb játékos, neki már egy picit alacsony az a felállított zsámoly, de vannak olyan alacsonyabb játékosok, akkor lehet, hogy érdemesebb őt mondjuk a zsámolyra ültetni, még mondjuk magasabb játékosnál egy ilyen magasabb box is megfelelő, mert gyakorlatilag, ha az alacsony játékosnak nyújtva van a lába, amikor ráül a boxra, akkor rosszat gyakoroltatunk vele, akkor az lesz, mint ott a képen az első, hogy gyakorlatilag nyújtott lábból csak karra a passzon. Az első csoportnál az lesz a feladat, hogy a társam oda dobja nekem a labdát, csak alulról, én azt megfogom kézzel, fölemelem kosárérintés helyzetébe, tehát itt fontos az, csak kapd el, úgy, fölkészíti magasra, és onnan fölállás közben passzolja vissza a labdát. Tehát csak elkapja a labdát, fölkészít, és nagyon fontos megint, ugye ahogy az Ákos is említette, hol vagy, ott vagy Ákos, a fokozatosság elve. Itt is nagyon pici játékosnak, igen, van előzetes tudása az, hogy tud már kosárra érinteni, de valamiért mégsem jó az, amit ő csinál, és elkapom a labdát, és onnan. Második csoport ugyanez lesz a gyakorlat, annyi különbséggel, hogy itt a dobójátékos már úgy dobja a labdát, hogy azt kosárérintés helyzetébe kell elkapni. Tehát ugyanez a feladat, kosárérintés helyzetébe kell, hogy elkapjam a labdát, és
utána felállással együtt passzolom vissza. Hogy nézzük? Dobod, kosárérintés helyzetébe kell elkapnia, és onnan felállás közben úgy van. A harmadik csoportnál pedig úgy dobom a labdát, hogy kosárérintéssel kell egyből visszapasszolni. Tehát a labdás ember dobja a labdát az ülő embernek, aki kéz, kar és láb nyújtással együtt egyből passzolja vissza a labdát. Fontos megjegyezni azt, hogy amikor érkezik a labda, egyszerre kell kinyúlni kéznek és lábnak, és azzal együtt kell visszapasszolni. Ne álljatok föl korábban, jó? Próbáljuk meg. És azaz, tehát ahogy érkezik a labda, a zsámolyról vagy boxról egyszerre állok föl és passzolom. Nagyon fontos ismét a dobónak a szerepe, hogy pontosan dobja a labdát, mert jelen esetben ugye nem tud alá mozogni, nem tud alá lépni a társam. Nagyon fontos az, hogy precízen, pontosan oda a kosár érintésére dobja a labdát. Nagyon fontos az, ugye most itt a lábhibáiról beszélünk, de nagyon fontos, hogy itt már figyeljünk arra, hogy a kosárérintés helye hol történik. Erről is fogunk majd beszélni, ebben is fogunk majd gyakorlatokat mutatni, de nagyon fontos az, hogy a kosárérintés, az érintés helye maga, hova készítjük fel azt a labdát. Következő gyakorlatunk egy picit mozgalmasabb gyakorlat lesz, ahol próbáljuk összekapcsolni a helyezkedést a láb nyújtásával, illetve az eddig begyakorolt láb hibák kijavításával, tehát a térdel, a széles térdel, keskeny térnek a hibáinak kijavításával, a térnyújtással és a labda alá helyezkedéssel. Szintén három csoportba fognak dolgozni a lányok. Az első csoport ugyanaz lesz a gyakorlat egy pici plusz munkával. Egyes csoport, három fejenként van egy labda, mindenkinél van egy labda, első csoportot oldalt az lesz a feladat, hogy három érintést kell végrehajtani, egy pici labdát, egy középmagas labdát és egy kiemelt labdát kell fejfölé játszani az első csoportnak helyben. Tehát pici labda, nagyon fontos az, hogy hol legyen az érintés. A kis kiemelt, középmagas labdánál fontos az, hogy egy picit hajlítom a lábamat, és a végén a kiemelt labdánál pedig nagyon fontos az, hogy jó mély helyzetből bátran fel kell nyomni a kosárra a labdát. Ismételten mondom, hogy mini játékosokról beszélünk első körben, tehát tényleg nekik nagyon fontos az, hogy jó erős lábmunkával. A kettes csoport ugyanezt csinálja, csak már séta járás közben, lehet majd futás közben is csinálni. Fontos az, hogy itt náluk már még fontosabb a labda alá helyezkedés. És a harmadik csoportnál lesz kifejezetten fontos az, hogy jól helyezkedjen a labdához, ahol ugye vegyítjük a leülés, terpeszülés és bármilyen egyéb jellegű plusz munkát. Mi ezt szerettük volna bemutatni, ezt a gyakorlatot, de igazából ez csak rajtatok múlik, hogy milyen plusz munkát csinál. Legugol, megérinti a talajt a kisebb, az ügyesebb már le tud feküdni, akár egy pattanás után is föl tud pattanni, mélyről meg tudja érinteni. Most kosárérintésről beszélünk, de természetesen ez alkarérintésre ugyanígy bemutatható gyakorlat. Ilyenkor a gyermekek, játékosok már nem arra figyelnek, hogy nekem mekkora a terpeszem, hogy áll a lábam, hát ilyenkor vissza lehet utalni, hogy ugye picit szűk a lábad, ugye túl nagy a terpeszed, emlékszel, csináltuk a gyakorlatot, és abba próbáljuk meg beleváltani, hogy akkor az precíz legyen az érintés helye, precíz legyen a lábmunka, ne legyen az egész végig nyújtva a lábam, hanem minden egyes érintésnél hajlik és nyúlik a lábam. Köszönöm szépen! Következő részben a lábunkat egy picit elhagyván jönnek a csípő törzs hibái. Nálunk legalábbis Kecskeméten ez nagyon-nagyon-nagyon tipikus hiba, de én azt gondolom, hogy sok helyen, nem csak nálunk, hogy a játékosok, amikor erőt próbálnak közölni a labdával, úgy teszik, hogy elvesznek erőt a labdától. Tehát nem a labda irányába mozognak tovább esetlegesen, hanem eltolják magukat a labdától, kitolják a csípőjüket, feneküket, és hátra lépnek. Itt
olyan fényképet készítettünk, ami mondjuk egy feladó játékos, irányító játékos is lehetne. Négyes hely felé próbálja meg kipasszolni a labdát, de az, bocsánat, az Istenél se akar kimenni. Mit mond az edző kolléga? Nyom már meg jobban, menjen már ki az a labda. Miért nem megy ki? Azért nem megy ki, azért is lehet, hogy nem megy ki, mert kinyomja a popóját a kislányka, kisfiúcska, azt elvesz erőt attól, amit közölnie kellene a labdával. Tehát, hogy ilyen esetben persze megint más, amikor fölugrásból passzol az ember, és csak akarja törzse dolgozni, de itt, amikor lábam, törzsem, vállam, mindenemet bele tudnám tenni, nagy problémát jelent az, hogy a csípőmet kidugom, látszódik is a nagy kislányka egész éppen megcsinálta a hibát. Itt, hogyha látjátok, a lábujjait a pelüft meg is emelkedik. Tehát tisztán látszik, hogy a sarkán helyezkedik. Ebből biztosan nem fog oda menni. Két hiba. Egy, nem fog kimenni a labda a szélére. Kettő, nem fogja tudni biztosítani az ütő játékosát. Biztos vagyok benne, ha kinyomtam, azt én nem fogom elérni, és kapjuk majd ne adj Isten a blokkot, és pont az ellenfélé, és rosszat tanul a diák. Roppant egyszerű gyakorlattal ki lehet ezt a hibát javítani, vagy legalábbis lehet rajta valamit javítani. Első gyakorlat ott a szélén, a alapvonalon álló játékos dobja a labdát a társnak, akinek érintés után az előtte lévő bójához, jelző részhez, palacsintához kell közelíteni egy lépéssel. Első csoport, tehát dobjuk a labdát, nem kell elérni a bóját, lányok, nem kell oda lép nagyon nagyot, csak lépjünk előre a bója irányába, jó? Tehát lépjünk előre, és már is mehet, első csoport mehet, már is segítettem azon, hogy az érintés után én lépek előre. Ezáltal biztos vagyok benne, hogy nem fogom kinyomni a fenekemet, mert akkor nem tudok előre menni. Érintés után lépek egyet előre, segít majd egy irányító játékosnak biztosítani a labdát, és segít abban, hogy ne lépjünk hátra. Kettes csoportban egyes játékos, kettes játékos, hármas játékos. Egyes játékos bedobja a labdát kettes játékosnak, aki kosárérintés után azzal egy időben lép egyet előre. Hármas játékos elkapja a labdát és odadobja egyes játékosnak. Nézzük, bedobod a labdát, kosárint, lépsz egyet előre, érintés után tessék egyet előre lépni, és utána bója mögött vagyunk, bepasszolom a labdát, lépek előre, érintés után lépj egyet nyugodtan előre. A hármas csoportnál, és úgy van, és lépek a labda után, az lesz, az lépek a labda után. Hármas csoportnál ugyanez a gyakorlat, de már beletettük, hogy a hármas játékos is kosárral fogja passzolni a labdát. Tehát egyes játékos bedobja, kettes föladj, passzol és lép utána, hármas és lép utána. Tehát minden esetben ezek a gyakorlatok picit el vannak túlozva, de hogyha valaki valamilyen oknál fogva rosszul csinálja, akkor muszáj egy picit eltúlozni a másik irányba, hogy valahol majd a kettő között meg lesz az egészséges út, és ahogy talán szintén Ákos mondta, hogyha nem elég 1000-szer, akkor megcsinálom 10000-szer, tényleg Matyi bácsinak volt egy ilyen gondolata. Nem a játékos a hülye, hanem nem gyakoroltattuk vele eleget. Ezt is szintén mindig mondta, hogy akkor még többet kell, de hát ezt csinálom 2 éve, akkor még csináld még 2 évig vele, mert hogyha meg akarom tanítani a gyereknek azt, hogy igenis nem a fenekét dugja ki, akkor valamit rá kell vezetni, előrelépés, vagy oda szoktam menni a hátát megfogni és tolom előre, mert hogyha ő erőt közöl velem, az már nem jó. Ha meg fél tőlem a játékos, nem akarja, hogy én hátba vágjam, nem szoktam, akkor lépni fog egyet előre, és akkor biztosan ezt a hibát valamilyen úton, módon egy idő után ki fogja majd javítani. Tessék, utána lépni szépen a labdának. Következő részben a kartartási hibákról szeretnénk röviden bemutatni pár gyakorlatot, illetve ezekről egy kicsit beszélni. Egyik legtipikusabb kartartási hiba, hogyha valakinek túl szélesen van a könyöke, teljesen kifeszítve hátra, vagy éppen túlságosan zárva van a könyöke, ezáltal gyakorlatilag teljesen be van szűkülve, és ezt a fajta egészséges kosárérintés karmunkáját nem tudja végrehajtani.
Első körben úgy szerettük volna, úgy gondoltuk, hogy ezt majd esetlegesen paddal is meg lehet csinálni, ami a szinte minden tornateremben van, sima, egyszerű tornapad, de a Bosút választottuk. Ezt a gyakorlatot sok edző kollega véleményünk szerint, természetesen ez ahány ház, annyi szokás, de véleményünk szerint nem biztos, hogy jól gyakoroltatja a kosárérintés elejét, hogy hasonfekvésben érint a kedves fiatal alaphelyzetben. Nem szeretnénk rossz gyakorlatokat bemutatni, ezért is fényképeztük le, hogy nehogy itt a Békés Csabai lányok rosszat csináljanak. Én azért mégis megengedem magamnak azt, hogy feküdj le, légy szíves, a földre. Ebben az esetben, hogyha gurítom a labdát felé, és elkapja a kosárérintés helyzetébe, mivel nincs megemelve ugye a törzse, a könyöke teljesen ilyen, teljesen széles helyzetben van, nem biztos, hogy ez a jó a gyermek oktatása részén, vagy a részéről, hogy a könyökét ide kiemelve. Ha nem akarja kiemelni, nem, akkor meg fogja emelni a törzsét, ami viszont már Matyi bácsi szavaival éve nem biztos, hogy egészséges. Tehát amikor már ilyen helyzetben hátul van az ember törzs, hogy a könyökét le tudja tenni, köszönöm, hagyd abba, én ezt nem szívesen gyakoroltatom, vagy nem gondolom, hogy ez a fajta megoldása jó. Ezért megemeljük a játékosunknak a törzs helyzetét, feküdjetek rá mellkassal a Bosúra, úgy picit, úgy mellkassal, úgy. Csak dobjátok oda nekik a labdát, nálatok legyen a labda, nálatok legyen a labda, náluk legyen a labda. És ebben a helyzetben már, ha tartom a törzsömet feszesen, fölemelem kosárérintés helyzetében a labdát, és innen előre kilökve a könyöke már nincs annyira széles helyzetben, tehát gyakorlatilag már be tudom állítani a könyökét úgy, mehet onnan, nem kell, és ez a fontos, nem kell hátra, lányok, nem kell fölemelni, hanem csak magam elé lökjem le a labdát. Oda a társ lábához, úgy van, csak magam elé lökjem le, hogy ne azt gyakoroltassuk, hogy hátrahajtott helyzetből érintse a társam a kosárérintést, hanem csak szépen a homloktól, ahonnan amúgy is tanítjuk a kosárérintés helyzetét. Második gyakorlatnál, hát itt gumiszalaggal, minibenddel, ezt egyénileg be kell állítani, minibend is jó megoldás, vagy hogyha összetudjuk kötni ugye a gumiszalagot, hogy a játékos feszített helyzetbe tudja tartani, de ne okozzon neki nehézséget. Mert ugye jelenállás szerint a túl szűk a kartartásom, ez a gumiszalag le fog csúszni, hogyha én kinyújtottam a karomat. De azt viszont nem engedi, hogy szélesen legyen a kezem, hanem ezt a fajta feszített helyzetben ott van az ember könyöke, és nem engedi. Fontos az, ez egy picit majdnem szűk ez a miniband. Ezt összekötött gumiszalaggal talán jobb lenne, ami ugye állítható, és nem ennyire hozza össze a játékos könyökét, de ha valakinek szűk, akkor jó rávezető gyakorlat arra, hogy igenis küzdjön azért, hogy széttartsa a könyökét, és igenis kelljen az a fajta mozgás bele. A harmadik részben, a harmadik csoport pedig falnál vagy hálónál ez a széles könyökre egy rávezető gyakorlat, az ellen egy rávezető gyakorlat, hogy itt látható, hogy a társam, a gyakorló játékos közel áll a hálóhoz, mehet, közel áll a hálóhoz, ha kinyújtaná a könyökét oldalra, hozzáérne a hálóhoz. Azonnal mehet, azonnal érzékelni, hogy ott valamit nem jól csinál. Tehát ide ráállítom a viszonylag közel állóhoz, és a kinyújtás után, ha nem érek hozzá állóhoz, akkor jól dolgoztam. Ha ide kiemelem a könyökömet, azonnal érezni fogom, hogy itt már én hálóba értem. Ezt meg lehet csinálni falnál, meg lehet csinálni bármilyen olyan résznél, ahol viszonylag függőleges rész van. Fontos ennél a gyakorlatnál, hogy mindkét irányba meg kell csinálni a feladatot, mert ugye jelenállás szerint most itt a szőke kislánynak mindig csak a jobb könyökére tud majd figyelni, még a mögötte barna magas kislány mindig csak a bal könyökére tud figyelni. Tehát ez fontos, és szintén ismételten mondom, nagyon nagy szerepe van a dobó játékosnak, akinek nagyon-nagyon precízen kell
a hálóval párhuzamosan dobni a labdát, különben elveszti az értelmét a gyakorlat. Köszönöm szépen! Túlságosan magasan vagy túlságosan mélyen érint az adott játékos, ez a ugye kar problémája. Visszautalnék egy talán 4-5 évvel ezelőtti Jan-féle előadásom, amit Újvárosba tartott, és ott biztos nem tudom, kollégák emlékeztek rá, mesélt nekünk a otthon náluk alkalmazott, úgymond ablak modellről, ahol arról beszélt, hogy ugye a kosárérintés helyzete során, ha fölemelem a két kezemet, akkor három ablakon keresztül kell látnom a pályát. Első ablak, ugye hívjuk, ha fölülről nézünk, ahol maga a légtér zajlik, ahol esetlegesen érkezhet a labda, az alsó ablakon keresztül én látom a pályát, a társaimat, és a középső ablakon keresztül kell nekem látnom igazából a labdát, onnan kell nekem kosárérintéssel dolgozni. Na most az első dián, vagy első fényképen, itt a Jászmin előrefele kosárérintésről beszélünk, olyan magasan érinti ezt a labdát, teljesen a fejfölött, innen nincs az az Isten, hogy lássam a fő, nincs az Isten, hogy lássam a felső ablakot. Még ugye a második képen, szintén tipikus, bocsánat kedves fiúedzők, elsősorban a fiúknál előforduló hiba, hogy ide leengedem azt, jó felemelem azt a labdát. Ez nem tudom miért, ez fiú probléma, lányok az egy picit szerintem technikásabban érintik a kosárérintést, fiúknál gyerek szinten, mini szinten szokott előfordulni, de nyugodtan javítsatok ki a tévedek, de ez a fajta mellemtől fölnyomom az égbe című játék, mert ott van majd nekem a 190-es játékostársam, azt majd beüti úgyis, aztán jó van. Ilyen helyzetben nagyon fontos az, nagyon fontos, hogy az érintés helye az jó legyen. Tehát érintés helyének hibái, ott az első gyakorlatot, azt már nagyjából ilyesmit láttatok, ugye az első résztén, amikor ugye helyezkedik a labdához, most ugyanarra, de még fontosabban most azt kiemelve, hogy az érintés pillanatában itt homlok fölött kell, hogy érintse a labdát a társam. Második gyakorlatnál két érintést végez a játékosom, de mind a kettőt egy helyen, mégis egy picit más ugye a csukló helyzete miatt. Az első érintés egy pici fejfelé kosárérintés, ugyanott történik a két érintés, de az elsőnél a csuklóm egy picit fölfele történik, fölfele áll, míg a másiknál ugye intenzívebben előre. Még a harmadik csoportnál két érintést hajt végre a tanuló, két labdával is lehet, egy labdával is lehet csinálni. A első érintés egy picit laposabb kosárérintés, még a második érintés egy magasabb kosárérintés. Szintén akárhogyan szeretném érinteni a kosárérintést, minden esetben az érintés helye az előrefele érintésnél nagyjából fix. Az, hogy én abból utána tyúklabdát adok, kiemelt labdát adok, szúrt labdát adok, bármit, az szinte kizárólag a csukló helyzetének a változtatásán múlik. Persze, ha én hátrafele kosárérintést szeretnék tanulni, az érintés helye egy picit változik, illetve onnantól ez a karmozgás változik az érintés pillanatában, és utána. Na itt most már kéztartás hibáiról beszélünk. Jelen esetben ugye két hibát fényképeztünk le, és erre mutatunk majd gyakorlatokat. Az első résznél, ahol az ujjak nagyon zárt helyzetben vannak, a második résznél pedig itt a hüvelykujj az még nagyjából jó helyzetben, itt is már picit hátra csúszik, de a második szemből lévő képen nagyon jól látszik, hogy ugye a hüvelykujj az teljesen alá esik a labdának, nincs ez a lefeszített helyzete, és gyakorlatilag innen általában az szokott lenni, hogy vagy kipördül a labda, vagy leesik korán a labda. Erre gyakorlatokat, elsősorban a bójás gyakorlatokra gondoltunk, a bójával végzett, előbb már mutatott gyakorlatot, amikor ugye a bóját fogni kell a társnak, és az, itt vannak ilyen nagyobb bóják is, meg lehetne azzal is csinálni, hogy minden esetben ugye a hüvelykujj, hogyha összezárom, nem tudom megfogni a bóját, tehát teljesen át kell ölelni a két kézzel, és a bójával bármilyen jellegű rávezető gyakorlat segít abban, vagy hogyha egyszerűen a röplabdát vagy kosárat megfog az ember, és azt azzal kell úgy érinteni, nehezebb labdával, akkor esélytelen, hogy az ujjai összezárt helyzetben is jól működjenek. És akkor az utolsó blokkhoz érkeztünk, ami a hiba javítás érinti, az érintés utáni hibák. Na hát itt az érintés utáni hibáknál itt négy csoportot fogunk csinálni. Az első hiba, amikor a játékosom az érintés után széthúzza a karját. Látjátok,
Nem? Biztos ti is tapasztaltátok, amikor a játékos az érintés pillanatában még jó helyzetben érinti a labdát, és utána szétrántja a karját. Biztos ismeritek ti is ezt. Roppant egyszerű gyakorlat, rávezető gyakorlat, érintés után tapsol a fejem fölött, nincs ideje arra, hogy a érintés után szétrántsa a karját vissza, mert rá fog jönni egy idő után, hogy sokkal több időt, energiát igényel ez a fajta vastaps. Sokkal egyszerűbb, hogyha érintés után összehozza a két kezét, tapsol a fejem fölött. A második gyakorlatnál, amikor ugyanez a probléma ellentétes irányban, tehát amikor kart keresztezünk, tehát az érintés után összehozzuk a két kezünket, két karunkat, itt látszódik ugye a jobboldali dián, jobboldali fényképen, hogy a kislányka, ha meglenne, itt a két kezét összehozza, ezt ki lehet javítani szalagos gyakorlattal, amit ugye csináltunk a könyök helyzeténél, hogy amennyiben összehozza a két kezét a diák, tanulónk, abban az esetben a szalag ugye becsúszik. Ha megtartom a kezemet ugye széles helyzetben, a szalag az folyamatos feszített helyzetben van, illetve meg lehet csinálni például falnál, ha én rápasszolom a falra a labdát, és abban a helyzetben megtartott kézzel kell elkapnom a labdát. Ha azt összehoztam a kezemet, nem tudom elkapni. Ha rápasszom a falra a labdát, és ugyanabban a helyzetben el tudom kapni, akkor nagyjából jól csináltam. A következő résznél szintén probléma, érintés után a csukló csapódik. Megint elmondom, minikről, szuperminikről, esetleg gyerekkorú játékosokról beszélünk. Ez felnőtt szinten, magas szinten, ifi szinten nem probléma, hogyha a feladó játékos gyorsítani próbálja a labdákat, és egy picit rácsapódik a csuklója a végén, de miniknél, szuperminiknél ez még nem annyira jó dolog. Itt látható a 2-es, 3-as, 4-es, nem tudom, anyas csoport, ez éppen a hívjuk 2-es csoportnak. A 2-es csoportnál látható, hogy mély helyzetből kell háló fölött átpasszolni a labdát, biztos vagyok benne, hogy nem tud csapódni a csuklója, különben belenyomná a hálóba, beleütni egyből a hálóba a labdát, tehát társ átdobja alatta, én pedig fölötte kiemelt hüvelykujjal, fölfele néző tenyérrel átpasszolom a labdát. Míg a hármas csoportot a szélén, szintén érintés utáni hibaként, amikor a kosárérintést végző játékos visszarántja a kezét. Ez nagyon tipikus hibája a feladó játékosoknak, feladta és visszaúzta. Ide nem fog kijönni a labda, az biztos. Nem tud elég erőt közölni vele. Hiába még ne adj Isten lép is utána, visszahozza a kezét, nem fog tudni. De legtöbbször előfordul hiba, ez a kettő együtt szokott járni. Hátralépek és visszahúzom a kezemet. Tehát olyan esetben el kell őket küldeni jó messzire, vagy szintén, hogyha van falunk, akkor a faltól távol bizonyos magasság, csík, kosz, labdanyom, bármi fölé, vakolat leszakadás fölé kell passzolni a társnak, a játékosnak a labdát. Ha ezt meg tudja csinálni hajtott lábbal és szépen hosszan kinyújtott karral, akkor biztos vagyok benne, hogy kellő távolságra is el fogja tudni passzolni a labdát. Köszönöm. És akkor a végére egy-két érdekesebbnek tartott kettő gyakorlatot szeretnénk még a tanárúrral közösen bemutatni, ami kosárérintés mindenféle mozgásában segít, helyezkedésében, érintés helyének a hibái javításában, mozgásban, gyorságfejlesztés és a többi. Két gyakorlat lesz. Az első gyakorlat során párok állnak, három páros, és egy labdával fognak dolgozni a pálya teljes területén. Egyik játékos az alapvonalnál helyezkedik el, másik játékos a hármas vonalnál helyezkedik el. Egyes játékos bepasszolja kettes játékosnak a labdát, majd fut a túloldali hármas vonalig. Ez idő alatt a hármason álló játékos egyszer vagy kétszer, ez kortól, nemtől, tudástól függően
változhat, egy vagy két kosárérintés, átpasszolja a labdát ide szintén 6 méterre, a már hármason álló játékos ugyanezt megcsinálja, és ez folyamatosan oda-vissza tud menni ez a gyakorlat. Nézzük ott az első páros, bepasszolja, egy kosár, két kosár, átpassz, és fut ide, és fut, alapvonalnál, alap, és visszapassz, és kezdődik előről a gyakorlat. És egy passz, és két passz, és átfut, és... Már látszott itt a szőke kislánynál, nem volt jó helyen a labdája, kinyomta a fenekét, leesett itt 2 méterre, nem tudott elindulni. Tehát segít abban, hogy előrefele mozgás közben kell ugye passzolni a labdát. Segít abban, hogy a labda alá helyezkedek, és jön vissza a labda. És ez folyamatosan oda-vissza mehet, egyszer, kétszer, háromszor, attól függ a lányok, hogy bírják még az edzést így lassan 2 óra után. Segít abban, hogy ugye minden esetben 6 métert kell átpasszolni adott játékosnak, hogyha pontosan és fejfölé történik a gyakorlat. 6 méteren már fontos, hogy a csukló ne csapódjon, 6 méteren már fontos az, hogy hajtott helyzetből passzoljuk a labdát, és a többi, és a többi. Gyorsabbaknál, fiúknál előbb meg lehet ugyanezt csinálni egy fejfölé játékkal, akkor tényleg azért már rohanós. Hozzáteszem, rá kényszerítem az adott játékosomat, hogy magasra játssza fejfölé a labdát, és magasan passzolja át a társamnak a labdát. Tehát, hogyha picit passzolok magamnak, magas, egy fejfölé. Ez jó lesz, jó lesz. Egyből jó magasra kell passzolni. Terünk van, és fordulsz. Ide hármas, tehát ne szaladj tovább a hármasig. És passz vissza, és futsz már. És már te kapod. Futsz már. És meg lehet csinálni egy fejfő, egy tapsot a lányoknak, mert azért ez egy nem könnyű gyakorlat volt. Köszönjük. És utolsó gyakorlatunk következik, itt a lányokat is megkíméljük, mert azért dolgoznak már lassan 2 órája itt a 2 edzése. Ide jönnek, hát 3-4 lány elég, bemutatni teljesen a gyakorlatot. 3-4 ügyes, mind ügyes kislány vagytok, ugye gyertek ide labdával, egy labda van fejenként. Ti ezt biztos ismeritek a gyakorlatot, mert ezt már Attila bácsitól is láttuk ezt a gyakorlatot, szóval ti biztos csináltátok már többször. Hármas vonalról passzoljuk át a másik, többi jöjjön le a pályáról. Hármas vonalról passzoljuk át a labdát a túloldali hármas vonal elé. Egyet pattan, egy fejfölé játék, visszafordulok, passzolom át ide a labdát. Lepattan egyet, egy fejfölé játék, passzolom a labdát a hármas vonalra. Jó, egy 3-4 érintés próbáljunk, hogy beleférjen. Cikcakba megyünk, igen. Jó, hármasról a hármasra. Úgy lepattan, alálé, befordul, ide fordul minden esetben. Tessék odafordulni. Szintén, ahogy látjátok is, helyezkedik a labdához. Az érintés helye, ugye nagyon fontos, hogy az homloknál. Ott már a kislányka egy picit eltolta magát a labdát. Abban a pillanatban már magamat szivatom. Mert ha nem a hármas környékén pattan, hanem 3,5-4 méteren, mire áttérek lesz 6-7 méteren a labda, biztosan még ha el is érem, nem fogom tudni visszafele passzolni a labdát. Fontos az a, szintén minikről beszélünk, csukló helyzete, jó magasra történjen a labda, magasra történjen az érintés. Fontos ugye a befordulás utána, és fut, szintén itt a középső kislánynál érintés után hátraugrik. Már elbuktam 1 métert, elbuktam 1,5 másodpercet, tehát érintés után a labda irányán mozgok tovább, ezzel is elősegítve mind a ütésbiztosítást, mind pedig az erősebb karmunkat. Utolsó játékosunkat megvárjuk. Azt mondták a lányok, hogy szeretnék még egyszer visszafele megcsinálni, ezt még megvárjuk, és akkor utána megtapsoljuk őket, hajrá csajok! Na, kis bíztató taps a lányoknak!
Hajrá, csajok, nincs már sok. Utolsó két-három érintés fejenként. Ezt is meg lehet csinálni, amennyiben picit gyorsabbak a játékosok, akár fiúknál, vagy tényleg jó magasra fel tudjuk játszani, akár fejfölé érintés nélkül is. Egy-két-három érintést még meg tudnak csinálni, ha nem is végig jönnek a pályán, de rögtön fordulás közben a jó magasra szintén rá vannak kényszerítve arra, hogy nagyon magasra játsszák fel a labdát, odaforduljanak minden egyes érintésnél. És ha ebben az esetben a csukló rácsapódna ugye a labdára a végén, akkor történik az, hogy elmegy oda 6-7 méterre a kosárérintésem. És most egy nagy tapsot a csajok neki a végére. Nagyon szépen köszönjük. És amennyiben van kérdés, szeretettel várjuk, hallgatjuk. Amennyiben nem, köszönjük szépen a figyelmet, és mindenkinek jó utat hazafelé majd.